Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istent énekszóval, énekelve a 299. dicséret első három versét. 299. dicséret első három versét énekeljük, a 299. dicséret első verse így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Kedves testvérek, a mai napon Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből. Míg az igét felolvasom, gyülekezet foglalja el helyét. Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből a 6. verstől kezdődően így szól az ige: Keressétek az Urat,
amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenükhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amen. Gyertek testvérek, emeljük fel szívünket, és könyörögjünk az Úrhoz. Urunk Istenünk, ki másé lehetne a hálaadás, ha nem a tied. Ezért gyűltünk össze, Urunk, hogy hálát adhassunk te neked. Hálát adhassunk, hogy te vizsgálod a mi elménket, a mi szívünket, te vizsgálod a mi életünket, és te látod meg, Urunk, bennünk azt, ami neked való, amit te néked szánunk. Megszomorodott szívvel mondjuk azért, Urunk, hogy van olyan is a mi életünkben, ami nem neked való, amit nem neked szánunk. Kérünk, Istenünk, hogy te válaszd el a jót a rossztól, te válaszd el a mi életünket, add, Urunk, hogy azt a te dicsőségedre élhessük. Hálát adunk neked, Urunk, azért is, hogy lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy a mi imádságaink, azok nem hiába valóak. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket napról napra, hogy eljössz és megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy a te hívásod ma is hallható, igéden lelked által. Így kérünk, hogy járj ma is közöttünk, légy ma is itt velünk, te tisztítsd meg a mi szíveinket és gondolatainkat, hogy azok te hozzád vigyenek közelebb. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretet. A 372. dicséretnek az első versét énekeljük. A 372. dicséret első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Kedves testvérek, az a szent ige, minek alapján Isten üzenetét az ő szent lelkének segítségül, hívásával és várásával hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumában. Máté evangéliumának a 9. részében, a 9. verstől kezdődően eképpen. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak. És így szólt ő hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedett Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?
Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Újraolvasom az első verset. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem, az felkelt, és követte őt. Kutyából nem lesz szalonna. Milyen régi közmondás ez, és hány példát tudnánk sorolni, ami az utolsó betűig alátámasztaná ezt a bölcsességet. Az idősebbeknek talán a két kezük sem volna elég, hogy új hegyre szedniék a mások életéből azokat a dolgokat, ami ezt a közmondást igazolná. Ézsaiás prófétán keresztül azonban tudjuk, hogy a mi gondolataink azok nem az Isten gondolatai, és a mi utaink azok nem az Isten útjai. Mit is jelent ez? Hát éppen az, hogy Isten kezében még a kutyából is lehet szalonna. A rosszból is lehet jó. Az alkalmatlanból is lehet alkalmas. Ezt éppen annak a tanítványnak az elhívásán keresztül mutatja be Jézus, akit Máténak hívnak. Hiszen nyilvánvaló az ő alkalmatlansága. Mégis nyilvánvaló az is, hogy Jézus alkalmassá tette őt Isten országának építésére, hiszen a Jézusról szóló örömhírt az általa írt evangéliumból a mai napig olvashatjuk. Vajon a mi életünkben mi az igaz? Az emberi igazság, hogy kutyából nem lesz szalonna, vagy az Isten igazsága, hogy az alkalmatlanból is lehet alkalmas. Nézzük, vajon ez a Máté miért volt alkalmatlan, és ennek ellenére mit látott meg benne Jézus, és hogyan tette őt alkalmassá. Az emberek, így mi magunk is, nem vagyunk rossz ítélőképességgel megáldva. Kimondjuk a másikról, hogy jó-e vagy rossz, alkalmas vagy alkalmatlan az Isten országának az építésére. Ez a Máté, ez vámszedő volt. Ott ült a vámszedő asztala mögött. Ez már mindent elárult róla. A gyerekek is pontosan tudják, hogy mit is jelent ez. Egyrésztről azt, hogy egy önös érdekeit néző, pénzsóvár, garasoskodó gazember volt. Hiszen akinek van hatalma pénzt beszedni, az mindig úgy teszi, hogy jusson is és maradjon is. Az mindig úgy teszi, hogy azért az ő zsebe is megteljen. Más szóval ő is meggazdagodott szépen azokból a vámokból, amit a kötelezően felülírt felett beszedett a kereskedőktől, az ővéitől. Nem csoda hát, hogy az emberek kirekesztették, megvetették és elítélték. Másrésztről pedig ez a vámszedő, ez a Máté hazaáruló volt. A vámszedők mindig hazaárulók voltak, hiszen a leigázó idegen római hatalomtól vették meg azt a pozíciót, amiben ők ültek, azt a vámszedő asztalt. Hiszen csak a leigázó rómaiaknak volt hatalmuk arra, hogy vámot szedjenek. Ők pedig megvették ezt a tisztséget, hogy saját honfitársaikat kifosztva ők meggazdagodjanak. Ezekről a kutyákról bárki bátran kimerte mondani,
hogy belőlük bizony nem lesz szalonna. Ezek nem jutnak az Isten országába. Az a vámszedő asztal, ami mögött ott ült Máté, éppen elegendő bizonyíték volt mindenre. Valóban ott volt az az asztal, az látható volt mindenki számára. Mindenki látta, hogy az választja el őt az Isten országától. Bizony a mi életünkben is vannak ilyen vámszedő asztalok. Vannak olyan dolgok az életünkben is, amik láthatóan elválasztanak bennünket az Istentől. Lehet, hogy olykor a csúnya beszéd, ami a lelkünket megkeseríti, az választ el bennünket. Vagy lehet, hogy csak a haragos viszony családtagjainkkal. Vagy lehet, hogy csak egy kis apró csalás, amikkel kiegészítem a munkahelyemen a fizetésemet. Ezek mégis mind-mind olyan dolgok, olyan nyilvánvaló jelek, amik a vámszedő asztalhoz hasonlíthatóak, és amik manapság elválasztanak bennünket az Istentől, az Isten országától. De Jézus túllátott Máté vámszedő asztalán. A legtöbb ember még a szemébe sem nézett ezeknek a vámszedőknek, annyira megvetették őket. Csak a vámszedő asztal közepéig néztek el, ahol a pénz gazdát cserélt. Onnantól számukra egy bűnös, istentelen világ kezdődött. Jézus azonban áttöri ezt a gátat. Áttöri azt a vámszedő asztalt, ami az elválasztó határt szimbolizálja. Áttöri azzal, hogy megszólítja Mátét. Azt az embert szólítja meg, akit számba se vettek, akihez, ha lehetett volna, akkor hozzá sem szóltak. Azt az embert, akit kiközösítettek a templomból, a közösségből, azt most Jézus egy mester, egy tanító, egy tiszteletben álló ember, az Isten küldötte, megszólítja. Milyen nagy dolog ez, testvérek! Hányszor érezzük mi is, pedig lehet, hogy nincs is okunk rá, hogy bennünket sem szeretnek. Bennünket sem szeret senki, bennünket sem fogadnak el, ki vagyunk rekesztve. Csak arról ítélnek meg bennünket, ami esetleg kívülről látszik. Mi is olyanok vagyunk néha, mint ez a kivetett Máté. Kutyába sem vesznek bennünket a látszat miatt. Jézus mind túllát ezeken a dolgokon, amikre az emberek már csak legyintve azt mondják, hogy ez már nem fog megváltozni. Jézus meglátja azonban a lehetőséget ebben az emberben. Abban az emberben, akiben mindenki csak a kutyát, a rosszat látja, a megvetettet látja. Ő abban az emberben már Isten országának az építőjét látja. És ha utólag visszatekintünk erre a Mátéra, már a tanítványok sorában, akkor valóban azt látjuk, hogy ez az ember tényleg alkalmas Isten országának az építésére. Alkalmas, hiszen nyelveket beszél, alkalmas, hiszen szót ért, nem csak a rómaiakkal, a görögökkel, de a zsidó néppel is, és alkalmas, hiszen tudott írni és olvasni, ami a többi tanítványról nem nagyon volt elmondható. Milyen nagy dolog, hogy Jézus túllát azokon a dolgokon, ami elválaszt bennünket őtőle. Túllát és a lehetőséget látja meg mindnyájunkban. Mert bizony sokszor még magunkkal szemben is beleesünk abba a hibába, hogy csak azt vesszük észre, amik elválasztanak bennünket az Istentől. Jézus azonban túllát ezeken a dolgokon. Túllát bennünk is azokon, amik nyomasztanak bennünket,
amik visszatartanak tőle. Túllát azon, hogy lehet, hogy most feszengve ül valaki egy padban, itt ebben a padban is, hiszen most van itt először. Túllát azon, hogy méltatlannak tartjuk magunkat arra, hogy hozzátartozunk, mert annyi minden nyomja a szívünket. Túllát azon, hogy mi mindent mondanak rólam, vagy rólad, ami lassan kis hitűvé tesz bennünket. Jézus az alkalmatlanban is meglátja az alkalmast. Azért látja meg az alkalmatlanban az alkalmast, mert ő maga tesz alkalmassá. Neki van hatalma arra, hogy a rosszat megbocsátva jóvá tegye. Amikor egy ház épül, vagy újjáépül, és a gazda ott áll a lecsupaszított falak között, pláne ha még tető sincs fölrakva, akkor előfordulhat, hogy azt gondolja, hogy ebből sosem lesz kész ház. De a mesterek már látják a kész épületet, a mester már látja, hogyan fog folytatódni, hogyan fog formálódni az az alkotás, és hogyan nyeri vissza az eredeti rendeltetését egy épület. Jézus is ugyanígy már azt látta Mátéban, hogyan formálódott az Isten országának a hasznára, és hogyan lett egyszeribe alkalmatlanból alkalmassá. Egyetlen rövid hívással lett alkalmatlanból alkalmassá. Jézus megszólította Mátét, jöjj és kövess engem. Ez tette őt alkalmassá. Mert e mögött, a két rövid szó mögött ott áll Isten mindenható hatalma. Ez a két szó kiszakította őt a vámszedő asztal mögül, aminek a súlya reménytelenül nehezedett ő rá. Kiszakította őt a becstelenség, a mohóság, a gátlástalanság, a közönyösség egyhangúságából. És hogy ne engedelmeskedett volna erre a hívó szóra? Hiszen akkora felszabadító örömöt jelent kiszabadulni a bűneinkből, amit lehetetlen szavakba önteni, amit csak cselekedetekkel lehet kifejezni. Bizony Jézus hívására a kutyából is lehet szalonna. Az alkalmatlanból is lehet alkalmas, mert mindazokból a kutya dolgokból, mindazokból a bűnökből, amikbe belesülyeztjük magunkat, amikkel behálózzuk magunkat, abból Jézus ki tud szakítani bennünket megszólító szavával. Ez a megszólító szó, kövess engem, nem csak Máté felé hangzik, hanem felénk is. Hiszen nekünk is ugyanúgy szükségünk van arra, hogy Jézus kiemeljen bennünket a mi vámszedő asztalaink mögül. Nekünk is szükségünk van arra, hogy kiemeljen bennünket azokból a látható és láthatatlan megkötözöttségekből, amik elválasztanak bennünket Istentől. Adja Isten, hogy hívására mi is úgy feleljünk, ahogyan Máté, aki felállt és követte őt. Így legyen. Amen. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, és ezért imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy te egészben látod a mi életünket. Te látod, Urunk, azokat is, a dolgokat, amik elválasztanak bennünket tőled. Te látod, Urunk, azokat, amiket embertársaink is látnak, és sokszor megvetnek érte bennünket. De, Urunk, hálát adunk neked, hogy te elkészítetted a szabadulás lehetőségét. Köszönjük, hogy neked van hatalmad arra, hogy kiszakíts bennünket azokból a dolgokból, amik távol tartanak bennünket te tőled. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy Jézus hogyan szakította ki Mátét is a vámszedő asztal mögül. Hogyan látott túl a vámszedő asztalon, hogyan látott bele Máté egész életében,
és hogyan válhatott Mátéból is egy Istent követő, az Isten országát építő ember. Add, Urunk, hogy mi is meghalljuk a Te hívásodat. Add, Urunk, hogy mi is meghalljuk a követésre való felszólítást. Kérünk, Istenünk, hogy Te készítsd el a mi útunkat. Te add, Urunk, hogy mi is a Te országod építői lehessünk. Te látod, Istenünk, hogy gyakran csüggedünk, gyakran szomorúság és erőtlenség lesz úrrá rajtunk. Kérünk, lelked által Te ments meg bennünket ebből. Szentlélek, Isten, védj körül bennünket, add, hogy a Te dicsőségedre, Isten országának építésére élhessünk. Szent Háromság, egy Isten, Tiéd legyen a dicséred dicsőség, örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a harmadik B-osztályosok és az énekkar műsorát. Felkészítők voltak Molnárné Patkos Erika és Seres Attiláné Jutkarin. Most tél van, beállt a patak, sétálgatok a fák alatt, öles hóban áll mindegyik. Odvukban mókus aluszik, s bármi kicsiny az ág, a gaj mindent fehér szirom takar. Köszöntlek tél, te szépíted nagy virággá, te építed ezt a fát. A megdermedt föld alatt két parányi búzamag összesimul kedvesen, az egyik szól csendesen. Magtestvérem, nem jó élni, nem tudok már jót remélni. Majd megfagyok, jég a fészkem, hátamon a halált érzem. Elpusztulok, télfagyában, ó, pedig én élni vágytam. Vágytam nőni, felszaladni, kincses fejű kalászt adni, aranykalászt, aranymagot, dús kévéket, dús asztagot. Jaj, de látom, sok szép álmom valóra már sosem váltom. Elfonnyadok, elsenyvedek, új élet már sosem leszek. Magtestvérem, ó, ne fájjon, hogy hideg van a tanyánkon. Van jó ruhánk, Isten adta, megvéd ez a téli fagyba. Van paplanunk puha fehér, nem halunk meg, ne félj, ne félj. Jó apánk is arra intett, edzeni kell a szívünket, s szabad szívvel égbe törve, minden gátat elsöpörve. Nagyok leszünk kincses szépek, kalászt ontunk, dúsat, szépet.
Áldást szórunk asztalára mindenkinek, aki árva. A megdermedt föld alatt két parányi búzamag átöleli egymást szépen, s együtt bíznak, bizakodnak a tavaszi ébredésben. Jézus a gyermek barát, ad neki szívedet át, siess te várd a holnapot, ő neked üdvöt hozott. Halld meg a hívó szabát, ő neked új szívet át, új szívet mely szív bűntelen, Jézus nem lesz. Hozott a tél zúzmarát, fák tetejére koronát, most minden fa kis király, s Dérországban dirigál. Jaj, dehogy is dirigál, dideregve szundikál, koronája nyűg neki, nyögve, sírva viseli. Hoz a tavasz igazit, dérkoronát letaszít, sürüdje lombbal fonja át, tavaszi fák homlokát. Fura festő vagy te tél, amit festesz hófehér. Fehér a kert, a mező, fehér minden háztető. Fehér az old teteje, a fenyő, a jegenye. Ablakon a jégvirág, nagy fehérség a világ. Nincs már színed, elfogyott? Miért nem szólsz, adhatok, de ha kell hát segítek, szemnél szebb színt keverek. Nézd csak, meg is mutatom, s tavasz lesz a rajzlapon. Tükrös a jég még, hull sok hópehely, de a tél tudja, távoznia kell. Tombol dühében, hóvihart kavar, senkit a földön látni nem akar. Haragszik az egész világra, legjobban a szelíd napsugára, mely gyönge bár és fiatal nagyon, mégis övé lesz majd a hatalom. Áll a bál, táncot jár, hópehelyhecskék száza, mintha minden hópehely fehér szárnyakon szállna. Estére fáradtak, lassan pilinkélnek, el is álmosodnak, aludni is térnek. Vándor jár körbe-körbe, egymás mindig megelőzve, megérkeznek minden évben, ki-ki az ő idejében. A tél fehér takarója, vetéseink fagytolókja, no, öreg tél, csomagolj és indulj szépen. Lásd, a nap is melegebben süt az égen. Március már fél úton jár, nem maradhatsz. Át kell adnod helyedet az új tavasznak. Búsul a tél, bánatában könnyed hullat. Cseppjeiből ereszekre gyöngysort aggat.
Eltűnnek a jégcsapok is, észrevétlen, s megmozdul egy picinkerügy bölcsőjében. Már újra van virág, gyöngécske hófehér, parányi reszkető, de elmegy már a tél. Deres kövek közül kibújt az új remény, picin hajnalharang gyötrelmek éjjelén. Fagyos hetek után jött, mint a gyógyulás, azt mondja, lesz öröm, lehet megújulás. Lélek, ne csüggedezz, hallgass el, rút van az, él még a szeretet, van Isten, lesz tavasz. Fuss a tél, jön a tavasz, utolér. Jön óriási sereggel, hóolvasztó meleggel. Eső dobol hátadon, a nap sem lesz pártadon. Hányszor mondjam, tűnj el gyorsan, szépszerivel még lehet, mert ha vársz, hát jaj neked! Közeledünk már a naphoz, tavasz lesz az eredménye, felenged a fagyos földünk, itt az élet ébredése. Hó, zúz, jégcsap, mind eltűnnek, zöld pázsitos lesz a rétünk, csupa virág, utca, kiskert, madár dalol, merre lépünk. Szór tél dúl a szívekben is, csontáfagyott oly sok élet, elfordult az örök naptól, annyi ember, annyi lélek. Ó, ha egyszer tavasz lenne, besütne az Isten napja, hideg szívek tele múlna, a szivárvány felragyogna. Thank you.
december havat hoz, fenyőfát öltöztet, batyújában ajándék felnőttnek, gyereknek. Szegény legény január, zúzmarás a bajsza, patkója szikrát ver, köd, csikóit hajtja. Megkopott a tér ruhája, duhaj déli szél cibája, sejmét bontja a barka, bogárka mászik a fűben, élet mocorog a rügyben, valaki így akarja. Piros sárga kék, kézen fogva lép, piros sárga kék, kézen fogva lép, három karcsú virág lány, tartva, mint a szivárvány, rózsa, tulipán, harangvirág. Egy csokorba szép, kejjük mélyén édesból, nektár csepp és virágból, rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág. Rózsa, tulipán, harangvirág. Figyelem, figyelem! Közhérét étetik, az új farsang beköszöntött, víggal lakjuk a vízöntőt. Dalra, táncra, maskarára, legyél készen hamarjába, kiszabták a farsang hosszát, hamvanzóra látod rosszát. Mulassunk hát húsagyóig, míg farsangunk ki nem műzik. Farsang napja eljött már. Kezdődik a jelmezbál, zene szóra vígan lép, ring a tarka báli nép. Nagy mulatság van itt ma, ezerféle maskara, perdül, fordul, integet, búcsúztatja a telet. Februárban farsang felé elkergetjük a telet, bár szép volt a nagy karácsony. Fáztunk éppen eleget, kérünk egy kis meleget. Jelmezt öltünk síppal, dobbal, lármázunk egy keveset, hogy a hosszú, szürke álom érjen véget, ha lehet, s ne hozzon több hideget. Így várjuk a langyos tavaszt, számláljuk a perceket, reggel, este, napról napra, a kedvünk is kedvesebb, ha az égbolt derűsebb. Szóljon zene, síppal, dobbal, fusson a tél vándorbottal, jöjjön tavasz hívószóra, házunk előtt nyíljon rózsa. Aki itt van, mindenre vár, kezdődjék már a karnevál. Thank you.
Szeretettel megköszönjük a harmadik B-osztályosok és az énekkar műsorát, és a felkészítő tanárok munkáját, Onánné Patkos Erikának és Seres Attiláné Jutkanének. Áldásvétele előtt záróénekként a 278. dicséretünket énekeljük, a 278. dicséretnek a 8. utolsó versét. A 278. dicséret 8. utolsó versét énekeljük, amely így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.